reggelt kívánok! Csak erről a filmről jutott eszembe, hogy ez a talán anekdota, talán igaz, hogy ugye a szegény Táncsics miután kiszabadult a börtönből, első dolga volt, hogy jól megebédeljen, és majd több mint egy éves fogsága után néhány korsó sört is legurított, és ennek következtében este átaludt a Nemzeti Színházban rendezendő, többek között az ő tiszteletére is előre vezetett díszelőadást, ahol a Bang Bandot mutatták volna be. Remélem, hogy ezzel a mi tervünkkel nem ez fog történni, nem fogjuk ezt a dolgot átaludni, talán lesz ennek valami jövője. Én csak néhány szót szeretnék arról mondani, hogy hogyan is próbáltuk mi ezt a koncepciót kidolgozni, és ismételten szeretném fölhívni a figyelmet arra, amit István már említett, erre a bizonyos háttértanulmányra, amit Liz Eszter Herman és Joanna Toma készített. Ezt mindenkinek javaslom, akinek van egy kis ideje és energiája angolul tanulmányozni. Ennek valószínűleg el fog készülni rövidesen egy magyar verziója is. Tudnék, ez az a tanulmány, amelyben valamiképpen igyekeztük összefoglalni azokat a történeti és jelenkori problémákat, amelyek köré, amely témák köré ezt a házat, ennek a háznak, mint emlékhelynek és múzeumnak és publikus vitatérnek a fő tematikáját, fő témáit és ezeknek az előtörténetét megpróbáltuk összefoglalni. Ugye a szólásszabadság, a cenzúra eltörlése nem csak azért volt 1848-ban a 12 pont közül az első, mert a 12 pont szerzői jó részt költők és írók voltak, akik, úgy is mondjam, személyes érintettségük okán is naponta találkoztak a cenzúrális gyakorlattal, hanem mert tisztában voltak azzal, hogy a szabad véleménycsere, a szabad vita a demokratikus társadalmak egyik legalapvetőbb előfeltétele. Ez tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy azokban a liberális demokráciákban, amelyhez hasonlóban mi is élünk itt Magyarországon, ma már senki nem vitatja a szólás szabadságának ezt a két fontos aspektusát, a személyes életvitel és személyes önazonosság követéséhez való jog és a demokratikus intézményrendszer működtetésének érdeke valahogy közösen fonódik össze ebben a dologban, és ilyetén módon ezekben az országokban a politikai cenzúrának, hát hogy úgy mondjam, már kevés szerepe van. Ugyanakkor azt is látni kell, és pontosan ebből a történeti háttérből derül ki, és ennek azokból az analógiáiból, vagy máig is meglévő különböző korlátaiból, hogy hát a szólásszabadságot soha nem értelmezték korlátlanul, mindig megvoltak a maga kevésbé, vagy többé, vagy kevésbé határozottan, vagy határozottabban definiált korlátai. Mi több, azt lehet mondani, hogy a szólásszabadság az valamiképpen olyan dolog, amelyik a határai nélkül nem is igazán értelmezhető. Hiszen éppenséggel arról van szó, hogy a szólásszabadság azért fontos, mert fontos az, hogy ki beszél, számít az, hogy mikor, ki, milyen értelemben nyilvánul meg, és mert ha nem számítana, akkor ha nem érdekelne másokat, ha nem kerülne ez konfliktusba másokkal, vagy más érdekekkel, akkor nem játszana fontos szerepet az életünkben. Ezért is azt gondolom, vagy azt hiszem ezzel sem árulok el nagy újdonságot, hogy miközben a liberális demokráciák egy központi alkotmányos értéke, egy kiemelten védett alkotmányos értéke a szólásszabadság,
ellentétben más kiemelten fontos alkotmányosan védett jogokkal, talán ez tekinthető annak, amelyik a legtöbb konfliktust generálja maga körül. Hiszen az élet tisztelete, vagy az emberi méltóság védelme, vagy a kínzás tilalma, vagy a politikai szabadságjogok, vagy a személyes szabadság tisztelete, ugye ezek olyan alapvető emberi és polgári jogok, amelyek ritkán kerülnek konfliktusba egymással, ellentétben a szólásszabadsággal, amelynek a gyakorlása, amelynek a léte folyamatos konfliktusokat generál önmaga körül, és folyamatosan szembe kerülhet mind a mai napig olyan szintén fontos alkotmányos alapjogokkal, mint az emberi méltóság, a magánélet védelme, a közérdek és a közrend, és mondjuk a közerkölcsöknek egy meglehetősen homályosan megfogalmazható, de mégis létező valamije, és ezért gondoltuk azt, hogy ezzel, ennek a háznak a létrehozásával és működtetésével is egyrészt érzékeltetni tudjuk, hogy itt nem egy olyan problémáról van szó, amin már túl vagyunk, ami már egy lezárt történet, és egy ilyen háznak a működése aktívan és termékeny módon tud hozzájárulni a demokratikus közéletnek a fenntartásához és működtetéséhez. És hát ennél a pontnál én átadnám a szót kedves kollégánknak, Székely Ivánnak. Mielőtt Székely Iván elkezd beszélni, hadd javasoljam, csináltunk mi egyszer egy virtuális kiállítást a cenzúráról, a szabad vélemény nyilvánítás megzavarásáról, a Szabad Európa Rádió zavarásáról. Egy olyan kiállítást, ahol amelynek során a zaj játsza a főszerepet. De amíg a kollégám ezt keresi, de már meg is... Igen, ez hangos lesz, úgyhogy addig nehezen tudunk beszélni. Нас. Наконец-то, вторый способ нашего друга.